A járványhelyzetben a segélyszervezetek is igyekeznek kivenni részüket a rászorulók támogatásából. A baptista szeretett szolgálat főként tartós élelmiszereket, tisztítószereket, takarókat, szájmaszkokat és ruhákat biztosít rászoruló családok számára. Az elmúlt csütörtökön Máté Szalkáról indított el egy szállítmányt a szeretett szolgálat. 250 tartós élelmiszer csomag indul el nehéz helyzetben lévő családoknak, időseknek, gyermekellátásban részesülő gyermekeknek és az ő családjuknak. A Baptista Szeretett szolgált az elmúlt hetekben nagyon sok helyén az országnak már élelmiszerrel, ruhával, szájmaszkal, fertőtlenítőszerrel, más egyebekkel igyekezett támogatni azokat a családokat, akik már most a járvány első időszakában nehéz helyzetbe kerültek, valamint 9 millió forint értékben egy pizzákat tudtunk vinni Budapesten és más kórházakban dolgozó egészségügyi munkatársaknak. Mint az alelnök elmondta, az adományok csomagolásánál és kiszállításánál fokozottan figyelnek az egészségügyi előírások betartására. Eddig akár szociális segítségnyújtásról volt szó, akár mondjuk egy Vörösi Szapról, egy dunai árvízről, Tiszai-Járvízről, vagy külföldön földrengésekről. Abból a szempontból sokkal könnyebb volt az adományozás, hogy elindultak a munkatársaink, elindultak az önkénteseink, pontosan tudtuk azt, hogy mit, hogy, hogyan kell csinálnunk. Itt abból a szempontból sokkal nehezebb, hogy minél kevesebb kontakttal, minél inkább vigyázva azokra, akik csomagolják ezeket az adományokat, azokra, akik a megvásárlásnál segítenek, akik kiviszik, és természetesen nagyon vigyázni azokra, akik megkapják ezeket a csomagokat, vagy bármilyen más jellegű segítségnyújtást, mondom, akár idősekről, akár gyermekekről, vagy sérültekről van szó. Az, hogy mindenkinek az egészségére, a testépségére a, 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 tudjunk vigyázni, és csökkentsük a járványveszélyt, ez különleges nagy kihívás most, nem csak nekünk, minden segélyszervezetnek. A csütörtöki szállítmányból a megyében Máté Szalkán nagyhalászban és Nyírbogdányban kaptak rászoruló családok, de kis újszállása is török Szent Miklósra is jutott a csomagokból.